A csabaiaknál egyébként egyedül a brit Ecclestonra nem számíthattak sérülés miatt, Zorán Spisaknak tehát róla kellett lemondania. A DVTK-nál ezzel szemben a legnagyobb hiányzó Elek Ákos volt, de jó előjel lehetett egyébként a miskolciaknak, hogy a Békés Csaba 1993 óta nem tudott bajnokit nyerni a Diósgyőr ellen. Lássuk, hogy megtörte ez az igencsak hosszú sorozat. Birtalan finom csellel indul, és jó az indítás, Bényei mehet. A 16-osnál már Bényei beadja, Punasevác, ott a labda, el kéne rúgni onnan, Lipták aztán megoldja. Liptákkal szép játék, Bognár adhatja be megint, Bognár inkább lő, Poleksics ér hozzá. Nem biztos, hogy kapura ment volna, így látta biztosnak a montenegrói kapus, hogyha kipaskolja oldalra a labdát. Éleszögből lőtt Bognár. Punasevác üresen viszonylag, ez sem volt les. Punasevác ballal rálövi, elmegy a hosszú sarok mellett. Beragadt Okuka. Nem volt bent senki, ezért lőtte el Punasevác. Látszott, hogy felnézett, mielőtt dönt. Bognár közben megint lövő helyzet. Jó a csel, Bognár még, Spitzmüllert nagyon megforgatja. Na most hogyan tovább? Bognár egy kényszerítő. Még mindig ott pattog, ott a lövés, hoha, Novotny, Fábio újra beívelheti, jön is a beívelés, ott van még mindig, Damjanovic előtt, Punasevác fölé. Barcinak lövésre, de az messze van, Barci inkább ível, nagyszerűen Lipták fejeli le, ott a lövés, Poleksics véd végül, szép volt. Novotny fejezte be az akciót, nem találta el igazán jól a labdát. Kávente még. Birtalan jön, és egy gyönyörű lövés. Kávente még, rugdossa őt Barci, de megtartja a spanyol. Kávente, még mindig Kávente. Gyönyörű cselsorozat, és tulajdonképpen előrébb is jut vele csapata, hiszen zárkóznak jobb oldalon a társak. Bényei, nagyszerű indítás, Bényei lő, kapufa! Hát ezt most kiimádkozta Iván Rados. Itt van Bényei Balázs. Gyönyörű támadás volt, és jó ütemű a passz, a hosszún Punasevác, de lesen lett volna, Bényei tulajdonképpen jól döntött a lövéssel. Na most négy Békés Csabai, négy Diósgyőrivel szemben, sőt jön az ötödik, nagyszerű kiugratás Punasevác zicserben, de lassabb, mint Lipták. Koman, Nikházi belül, Koman, Grumics érkezik a másik oldalon, az nagyszerű kiugratás, nincs les, Poleksics! Messze, kijöve a kapujából, összeszedi a labdát. Bognár. Bognár lassan lövőhelyzet, el is lövi. Poleksics csak kikíséri a labdát. Nem találta el a kaput Bognár. Nemes. Jó ütemben Kávente mellett, Nemes. Bognár. Akár lőhet is, Bognár ki a szélre, Okuka zárkózik. Ez most lehetőség, Okuka, Bognár. Lövőhelyzet, Bognár lő, Poleksics. Mindig jó helyen. A Békés Csabai a kapusa. Egerszegi. És ennyi. Lefújja Bognár Tamás játékvezető. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen igazságos döntetlen született. Talán azzal az első félidő végi kapufával közelebb állt a győzelemhez a Békés Csaba. Talán egy picivel többet tett érte, mint a vendég Diósgyőr, de annyival többet nem, hogy megérdemelje a három pontot is, a győzelmet. Így aztán azt lehet mondani, hogy a Békés Csaba és a Diósgyőr tényleg igazságosan megosztozik a pontokon.